Sziasztok! Itt vagyunk kinn és vadkempingezünk, amint látjátok már elkészítettük ezzel a kis Power Station-nel a reggelinket. Vájszkolbászt, meg ilyen kis virsliket sütöttünk. És hát most ez a Power Station-ünk, ez hát azért visszamerült, most jelenleg minden láthatjátok, hogy 54%-on van. És ha megnézitek, akkor most igen fátyolos az égbolt, tehát éppen csak egy ilyen szűrt fény van, és kihoztunk ide 3 szolárpanelt, 2 darab flexibilis szolárpanelt, 2 darab flexibilist, illetve egy ilyen szétnyitható 600 wattos szolárpanelt az Alpoverstől. A két flexibilis szolárpanel, a 200 wattos, illetve a 100 wattos, ezek ilyen kis vékony, impregnált, tréselt szolárpanelek, egész könnyűek, viszont hát ők csak 100, illetve 200 wattnyit energiát tudnak begyűjteni. Ez ellenben, ez a picike, ami egyébként nem túl könnyű, ez 600 watt. Úgyhogy most gyertek, csomagoljuk ki, nézzük meg, hogy mit adnak hozzá, illetve milyen teljesítményre képes. Itt, ha megnézitek, föl is van tüntetve, hogy 44 volt és 600 wattot képes magából kiadni. Az üres járati feszültség az 52,8 volt és 14,99 amper. Terhelés alatt nyilván ez ugye változik. Na de nézzük meg, hogy mit adnak magába a kis szütyőjébe. Egyébként egy jó kis vízhatlan cipzárral is ellátták. Na, kapunk hozzá egy XT60-as csatlakozós szolárpanel csatlakozót, illetve egy hosszabbítót is. Tehát ő egy hosszabbító, amit ki is fogunk használni. Kapunk hozzá 4 darab karabinert, illetve 8 darab ilyen tépózáras pántot, amivel lehet rögzíteni akár erkélyre is. Na, ezt a kettőt ki is vesszük, mert ez kelleni fog. Na, hát erről az oldalról nyílik. Ezt a két kis csattintós klipszet kell először kinyitni, utána pedig kinyílik maga a szolárpanelünk. Na, hát íme a 600 watt, ugye egyesével a panelunk 100 watt teljesítmény képesek begyűjteni a napból. Hát nézzük meg, hogy jelenlegi szűrt napfénnyel mit kezd a Power Station. Ezt pedig először csatlakoztassuk. Nos, ebbe az Alpowers S2000 próba, itt tudjuk bedugni a XT60-as csatlakozót, és a másik felét pedig ezzel a hosszabbítóval, ami sajnos nem túl hosszú, csak egy méteres, egy másfél méteres szakasz, ezt pedig bedugjuk a szolárpanel csatlakozójába, amit itt oldalt tudunk kihúzni. Ugye itt nem tudjuk rosszul összedugni, tehát anyát az apával, és az apát az anyával. És meg is nézhetjük, hogy ezzel a jelenlegi szűrt napfénnyel milyen teljesítmény jön be a szolárpanelből. Nagyon jónak mondható. Jelenleg 419 watttal, 420 watttal tölt. Ami azért nem is olyan rossz ilyen fényviszonyok mellett. Hát nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha jobban fölmelegszik a szolárpanel, illetve hogyha a nap is jobban kisüt. Na, hamarosan jövünk. 540 watt.
egész jó kis napsütés, bár azért még felhőn keresztül süt a nap, de egész jó teljesítmény, 578 watt. Nos, srácok, én úgy tapasztalom, hogy igazán helytállt ez a kis szolárpanel. Látjátok, nagyon szűrt a napfény, éppen hogy csak süt a nap, néha-néha előbukik a felhők mögül, de így is nagyon jól teljesített, mert a power station föltöltötte, úgyhogy az estét már így egy óra tájában is nyugodtan várhatjuk, hiszen lesz róla világítás, telefontöltés, pont is föltöltjük. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy nézzetek utána a neten, be fogom rakni az ajánlói linket, illetve a kuponkódot, mert hogy az Alpoversnél kedvezményre pluszban tudod felhasználni a kuponkódomat, ami 8% plusz kedvezményt nyújt, és a feltüntetett árak, amiket láttok, az viszont már tartalmazza a postadíjat. Hát nézzetek, körben állunk, rendeljetek, hogyha tetszik, mert jó dolgokat gyártanak. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy megnéztétek ezt a videót. Akinek tetszett, az nyomjon egy lájkot. Ha pedig még nem vagy feliratkozva, akkor kérlek ezt tedd meg. A legközelebbi viszontlátásra. Sziasztok!